A Madarász Imre Egyesített Óvoda a 20. óvi gáláját rendezte meg a Dériné Művelődési Központban. A hagyományokhoz hűen a rendezvény remek alkalom volt arra, hogy az óvodások megmutathassák, milyen ügyesen mozognak a színpadon egy-egy táncos műsor alkalmával. A rendezvény Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Amikor egy rendezvény, melyet útjára indítanak a kezdeményezők, elér egy kerek számot, akkor az a nap mindig egyben egy ünnepnap is. Amikor 5-10-15 év után immáron a 20. óvi gálát tartjuk, akkor az már nem is csak egy ünnep, hanem egy hagyomány, egy hagyománynak az ünnepe. Egy ünnep, és ilyen a mai nap is, a lelkünket erősíti, élményt jelent, gondolatok megfogalmazására ösztönöz, érzelmeinket szabadítja föl. A mai ünnep a gyermekek számára egyfajta bemutatkozás is, hiszen ma minden óvoda, minden tagovoda, minden egyes csoportja, vagy összevon csoportja bemutatja produkcióját, megmutatja azt, hogy mit tanult, mivel foglalkozott, mi tetszett neki, és lehet, hogy azt is, hogy mi nem tetszett neki az elmúlt időszakban. És azt is látjuk majd, hogy színpadra lépve az eltelt óvodai évek alatt hogyan nőttek, hogyan fejlődtek, okosodtak, vagy hogyan tudnak együtt mozogni, együtt közösségként megmutatkozni. Polgármester úr hozzátette, hogy Karcagváros önkormányzatának is kiemelt feladata, hogy a városban élő családok számára a megfelelő környezetet megteremtsék. Az óvodák fejlesztésével, a tárgyi eszközök biztosításával, a különböző óvodások számára szóló programok szervezésével, támogatásával arra törekszik a városvezetés, hogy a gyermekek minél jobb körülmények között cseperedjenek fel. Szepesi Tibor köszöntő gondolatai után a megjelenteket Balajtiné Sütő Margit, a Madarász Imre Egyesített Óvoda igazgatója is köszöntötte. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt intézményünk rendezvényén. A mai nap egy különleges számunkra, hiszen 20. alkalommal kerül megrendezésre az óvi gála. Tehát bátran mondhatjuk, hagyományt teremtettünk. A hagyományápolás fontos és elengedhetetlen egy közösség számára, hisz a múlt tiszteletével, megismerésével kezdődik. Kiemelkedő szereppel bír egy a saját igényeken túlmutató szilárd belső értékrendszer megteremtésében. Az átélt tevékenységek a közös élmény erejében hatnak a gyermekekre, a felnőttekre egyaránt, erősítik a közösséghez tartozás érzését, melyet intézményünk egyik kiemelt feladatának tekint. Tudom, hogy vannak olyan szülők a közösség soraiban, akik sok évvel ezelőtt, mint óvodás gyermekek, izgalommal várták, hogy fellépjenek ezen a rendezvényen, és ma az ő gyermekeik veszik birtokukban a színpadot. Visszatekintve erre az időszakra, minden évben nagy örömmel, kíváncsisággal készülődnek a gyermekek, és óvodapedagógusok, az óvoda dolgozói. Újabbnál újabb ötletek születnek, melyek egyediek, csodálatosak, és a 20 év alatt egy produkció sem volt egyforma, de még hasonló sem, mely tükrözi az óvodapedagógusok kreativitását, sokszínűségét. A gálán a Gyermekünk Mosolya, Egészséges Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma emlékplakettet adományozott a Karcagi Mentő Alapítványnak, valamint a Ceglédi Tutti Fotó Kft. Ügyvezető igazgatójának, Romhányi Ferencnek. A díjakat Balog Szilveszterné, a szülői munkaközösség elnöke és Balajtiné Sütő Margit igazgató adta át. A jubileumi eseményen egy meglepetés műsorra léptek fel az óvoda vezetői. A gála főszereplői, az óvodások tagintézményenként mutatkoztak be a délután folyamán a különböző műsorokkal. Csokonai utcai óvoda, Mezei Zsongás, felkészítők Rauschenberger Gáborné, Borzás Mária, Kökényné Duka Éva, Ácsné Buzalka Anna Mária. Zöldfa utcai óvoda, Séta az őszi erdőben, felkészítők Harsányné Szabó Ilona, Csapóné Horváth Marianna, Olajos Petronella. Kinizsi utcai óvoda, Holnap is hívlak játszani még,
Felkészítők Molnárné Orosz Csilla, Szendrei Mária. Gépgyár utcai Szímóvoda, Dömötörnapja ma vagyon, a juhokat én ma leszámolom. Felkészítők Horvátné Balogh Barbara, Elekéva. Kúten utcai óvoda, Varázslat az Álomkertben. Felkészítők Vadainé Boros Beáta, Dr. Kozákné Győző Erika. Takács Péter utcai óvoda, Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta. Felkészítők Nagy Julianna, Kovács Imréné. Táncsics körút 17 és 19-es számú óvodák, Esőtánc. Felkészítők Nagy Tiborné, Jábrik Vivien, Kovácsné, Lacikó Julianna, Tímea. A rendezvény során az érdeklődők megcsodálhatták az Ovi Gála galériát, amely az elmúlt 20 év legszebb és legérdekesebb eseményeit elevenítette fel.